Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV Mévis című műsorában, és köszöntöm Pesnik Mária Zitát, a pénzügykutató RT főmunkatársát, és Kiri László politológus. Sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Vagy azt mondom, hogy soha jobbkor, vagy soha rosszabbkor, olyan értelemben, hogy politikailag, gazdaságilag is remeg a föld itt alattunk. Ez jó az a megközelítés, igaz? Igen. 55 nap alatt annyi minden történt, hogy az hihetetlen. Mi az az 55 nap? Hát január 1-től, ha megnézed, általában nem szokott semmi történni, még el se kezdődött a parlamenti szezon. Tehát én azt figyeltem meg 30-valány évig, hogy amíg nem kezdődik február 10-20 körül a parlamenti szezon, addig azért alig-alig szokott történni valami a magyar közélet. Most ehhez képest már egy vastag monográfia kéne földolgozni ezt az 55 napot. Egy hipotetikus kérdéssel kezdem, ami mind a kettő tökre vonatkozik, politikailag és gazdaságilag. Mi lesz ebben az országban, mi lenne ezzel az országgal, ha holnap Orbán Viktor megbukna? Ettől tartottunk otthon, hogy ezt fogod kérdezni. Akkor vonjam vissza a kérdést? Nem feltételes dolgokról beszéljünk, hanem ugye vannak azért tények, de számok. De muszáj gondolni arra is. Van-e esély, akkor másként van-e esély. Nincs esély, de ha mégis így történne, akkor ez a hihetetlen egyszemélyre fölfújzott berendezkedés, ami azért majd most már másfél évtizedet tart, ez pillanatok alatt szétesne, azt hiszem. Olyan mértékben egyetlen embernek a szeszélyeihez, ízléséhez, értékrendet mondtam majdnem, de hát ez inkább mániáknak a gyülekezete. És ilyen, egyszer volt egy ilyen, Zita emlékszik biztos erre, amikor azt mondta, hogy a világ fele akarat, de még inkább a többsége. Szóval ritka az ilyen típusú ember a közéletben, és még a magyar történelemben is, aki ilyen mértékben nyomja rá egy korszakra magát. Tehát azért egy mondattal is válaszoltam volna, de akkor most az, hogy nagy bajban lenne az ország egy ideig, aztán persze baromi hamar rendeződnének. És azt is megmondom, hogy miért, mert voltak már ilyen vákumhelyzetek. Én emlékszem rá, hogy amikor a Kádár korszak megrendült, és hogy hirtelen kiderült, hogy vége lesz, úgy lett Németh Miklósból miniszterelnök, hogy nem ismerte szinte senki a pártközponton, meg az évfolyam társai kívül, nem tudom mennyire emlékszel. Hát emlékszem, viszont, de sajnos. Iszonyú meglepetés volt, mert annyi mindenkit vártak minisztereknek, őt nem. Aztán azt tudom mondani, hogy az elmúlt fél évszázadban egyik olyan vezető volt, aki hihetetlen jól helytállt. Másik ilyen helyzet, amikor Gyurcsány Ferenc ott hagyott csapot is, meg papot is, meg pártot is, meg kormányt is. Nem tudom, mennyire emlékszel, hogy Bajnai. Igen, ugye naponta voltak miniszterelnök jelöltek, és aztán Bajnai Gordon hihetetlen jól helytállt egy kifejezetten erőteljes, nemzetközi súlyú gazdasági válság idejéből. Csak azt akarom kihozni, hogy mindig ott volt nekünk a pánik, hogy jaj, mi lesz majd Ferenc József után, mi lesz Horthy után, mi lesz Kádár után, aztán mindig lett valami olyan megoldás, amire nem számított senki, és még akár jobb is kikerekedhetett belőle, mint amit vártak. De akkor a Zita erre mit mond, mert eddig csak én beszéltem. Igen, a Zita ugye letette a garast azzal, hogy ne beszéljünk feltételes dolgokról, de azért... Én kicsit másként gondolom, hogy alakulnának a folyamatok. Ugye a NER-be rettenetes vagyon koncentrálódik, és ennek a megőrzése ez alapérdek. Tehát a NER lovagok valakit azonnal kineveznének a Viktor, megbukott Viktornak a helyére, valaki bábot, akit tudnának alakítani, aztán a következő fázisban összevesztének egymással, és akkor esne szét a rendszer. Tehát nem azonnal esne szét a rendszer, hanem egy ilyen átmenettel. Igen, de az azt jelenti, hogy a gazdaságot is egy ilyen helyzetben lehet kezelni? Hát mindig lehet a gazdaságot kezelni valamilyen módon, mindig lehet. Attól függ, hogy mennyi forrás van, de ezek annyira fikciós dolgok, hogy hát fogalmam sincs, hogy miről nem szomorú, hogy fikciós dolog arról beszélni, hogy egy fikciós dolgok, helyzet... hogy mikor fog megbukni, és akkor milyen gazdasági feltételek lesznek, milyen világgazdasági körülmények lesznek, hát fogalmunk nincs. De pont nincs. Azt mondom, hogy nem egy szomorú dolog, hogy az, amikor ilyen helyzetben van a politika, a politikai osztály, főként az, a Fidesz-féle, Orbán-féle
akkor arról beszélünk, hogy ez egy fikciós dolog, hogy megbukjon. Az, miközben azt gondolná az ember, hogy egy logikus következmény. Nem, Magyarországon nem. Hát ez a rendszer úgy van képítve, hogy nincs ez a szégyen, nincs ez a kudarc, nincs ez a tévedés, nincs ez a nyilvánvaló botrányos esemény, ami alapjaiban rengetné meg a rendszert. Eszedbe jutott egyébként neked, sokaknak igen, hogy itt most nőket áldozott be Orbán Viktor, egyrészt, hogy beáldozott-e, most mai Mandinerben azt látom, hogy az a címlap, hogy emelt fővel, és rajta van a két hölgy, Varga Judit és Novák Katalin, de hogy ez ennek van valamilyen rossz üzenete a nők felé? Nincsen. Hát én például egyáltalán nem veszem magamra. Hát teljesen mindegy, hogyha valaki vétkes, hogy az nő vagy férfi, annak meg kell bűnhődnie, attól függetlenül, hogy férfi vagy nő. De itt ugye nem arról volt szó, hogy a kérdés, hogy tényleg ők, mennyire ők a vétkesek? Hát pillanatnyilag most ez a helyzet, ez a képlet. Ők azt mondták, hogy igen, ők magukra vállalták a döntéseket, de hogy ki hogyan vette őket rá, azt nem tudjuk, és valószínűleg nem is fogjuk tudni. De hát ez az egész így, ugye ez folyik napok óta a magyar média minden szintjén, portálokon, rádiókban, tévékben, mindenütt, hogy beszélgetünk olyan dolgokról, amiről nincsen érdemi tudásunk. Tehát lehetne még föltenni itt kérdéseket, és néha föl is tesznek kérdéseket. Például a tegnapi Balog elképesztő nyilatkozat után az volt az első reakcióm, hogy hát akkor ezek szerint teljesen fölöslegesen mondott le ez a két nő. Hát hogyha Balog azt mondja, hogy hibáztam, minden rendben van, az egyházamra bízom magam, hát akkor miért nem mondtad az elején? És akkor annak a két nőnek nem kellett volna lemondani. Tehát annyi ellentmondással van tele ez az egész. Ha te most rá akarsz kényszeríteni minket arra, hogy erről a nagyon zavaros 12 napja tartó helyzetről mi is találgassunk, akkor nem, nekünk ugyanúgy korlátozott... Az, hogy találgassatok, az nem. Az, hogy beszélgessünk róla, arra rá akarnak. Beszélgetni lehet, de ugyanúgy nincsen érdemi tudásunk a legfontosabb kérdésekről. Ezt mondom, hogy például ezt a kérdést miért nem teszi föl senki, hogyha való utólag a botrány 13. napján azt mondja, hogy lényegében kerülő úton elismerte, hogy ő adott ilyen tanácsot, nem? De. Akkor miért nem kérdezték meg azonnal tőle, hogy hát ezt mondhattad volna február 2-án is, és akkor az egész botrányt megúsztuk. Tehát tulajdonképpen még azt is merem mondani, hogy pillanatnyilag ő a legnagyobb felelős abban, hogy ez a két nő lemondott, meg hogy ilyen régóta tart. Azt látom rajta az itt, hogy mérges vagy, hogy ezekről a dolgokról. Igen, erre készültünk. Igen. Hát én közgazdász vagyok, és nem ezekkel politikai kérdésekkel nem de beszél, nem létezik, hogy otthon ne beszélgessetek. Nem nagyon beszélünk. Igen, de nem gondoljuk műsor képesnek, hogy erről beszélünk egész nap. Nem egész nap, hát most beszélünk 8 perc. De otthon, azt mondod, persze, hogy otthon is egész nap. Csak én azt gondolom, és nem akarom, hogy mérges legyél, de azt hiszem, hogy a nézőink is kíváncsiak arra, hogy ti mit gondoltok erről a dologról. És éppen azért, mert nincsen biztos tudásunk, egy csomó dologban hipotetikus álláspontok kell helyezkednünk. Miért ezt csináltam, miért létezik az, mit Tóth Bertalan mondta itt műsorban, hogy előfordulhat ez logikus-e, hogy a Varga Judit azzal a javaslattal küldi tovább a kegyelmi kérvényt, hogy nem javasolja, vagy azzal az ajánlattal küldi tovább, vagy visszajön, hogy mégiscsak kegyelmi kérvényt adunk, és nem kérdezi meg akár a Novák Katalint, akár Orbán Viktort, hogy itt van egy ilyen kényesség. Hát Péter, erre mondtuk az előbb azt, hogy ezek mind találgatások, nem tudjuk. Az érintetteknek lett volna dolga, megmondja, vagy kérdezik. Nem hiszem el, hogy ugye van egy kegyelmi osztály. Ennek a működése az, hogy beérkezik, mit tudom én, 100-200 kegyelmi kérvény, és akkor ezt mérlegelik, és csak azt továbbítják, amivel hát egyetértenek is, amit írjanak alá. A többit nem. Hát most mindenre nem lehet nemet, igent mondani. De az a másik azt mondta, hogy kötelező továbbítani. Tehát, hogyha beérkezik egy kegyelmi kérvény, akkor a tárcának tovább kell küldeni. Nem. Akkor miért a fenének van az az osztály?
Hát ezeknek ez a dolguk, hogy utána nézzenek, utána járjanak, és mérlegeljenek, és már ők mérlegelnek. Na én kizökkenteném a beszélgetésünket erről a sírről, hogyha lehet. Én nem szeretnék erről beszélni, és különösen megbeszéltük a metrón, hogy a politikai dolgokról csak te fogsz beszélni. Most figyelj, az, hogy mindenkinek van erről véleménye, abból nem következik, hogy mindenkivel műsort is kell csinálni, ez az egyik. A másik az, hogy rakjuk már ezt az egészet valami szélesebb kontextusban. Nem véletlenül kezdtem az 55 nappal, hogy ennyi telt el. Ebben az 55 napban hatalmas botrányok torlódnak egymásra. Tehát ez nincs egyedül. Kezdődött ezzel a hihetetlen égéssel, amit a miniszterelnök Brüsszelbe elszenvedett, és lényegében az egész európai média rajta röhögött, meg mindenki. Ugye megtette azt végül is január végén, vagy más február eleje volt elsője, amit megtettett volna decemberben. Akkor ott volt, hogy nem elég hihetetlenül megégtünk azzal, csak ezt a magyar nézők úgy látszik nem érzékelik el teljesen ezzel a svédeknek a csatlakozás jóváhagyásának a magunkra maradásával és a teljes indokolatlanságával. Tehát ez ugye 18 hónapja tart. Tehát, és akkor erre jön február 2-ától ez a harmadik botrány, tehát az egyik még el sem múlt, még nincs rá magyarázat, arra sem volt magyarázat, miért csinált bohócot magából és az országból, hogyha ezt már megtehette volna decemberben is, és miért vállalja ezt, hogy lényegében komolytalannak veszik. A másik, miért vállalja Magyarország ezt a közrühelyi válást a nemzetközi erőtérben, amit a svédekkel művel, és nem tudja megindokolni, mindig valami más marhaságot mond. Tehát arra is nincs válasz, és akkor jön erre a harmadik. Tehát ez az, amit mi látunk most, hogy olyan káosszá válik az, ami a magyar politikának a politika csinálási régiója. Tehát ha azt nézzük, hogy ahol valakik többé-kevésbé felelősek azért, hogy mit döntenek és nem döntenek, ott ezt látjuk, ezt a teljes szétesést. De van egy alsóbb szint, amiről nem beszélünk ennyit, viszont az érint több százezer embert, és akkor majd hagylak téged is mindjárt beszélni, csak mondom a példát. Hát itt van ez a sorozatos kudarc, amit mindenütt elszenvednek az akupróbálkozásokkal. Mindenütt települések tömegét haragítják magukra, és nem tudnak kijönni belőle, mert még nem láttam egyetlen a településre, amit ilyen előkészítetlen és készhelyzet elé állított módon maguk mellé tudtak állítani, miközben ez a reménység, hogy majd ez húzza ki a magyar gazdaságot. Nem látom, hogy nagyon firtatnák azt, ami egy-két nap alatt kiderült, hogy ez a halálra ünnepelt 37%-a nőtt a pedagógusok bére, aztán kiderült, hogy egy szűkebb köré, és hogy az oktatásban dolgozó egyéb szintén százezres tömegnek nem, meg nem úgy van, hanem azt halljuk tegnap is, hogy de majd 25-ben 800 ezer lesz a fizetésük, biztos hallott, hogy mindig ezzel hárítják el ezt az egészet. Tehát vannak itt olyan dolgok, olyan ügyek, és akkor megnéztem, hogy hány portál mennyi írás szánt arra, hogy ugyanennek a nagy botránynak a közepén vádat emeltek 54 ember ellen, ebből 12 kormányzati tisztviselő, akik éveken keresztül összesen 108 ez a napokban jelent ez meg. Ez ugyanazt mondom, vádemelés jelent meg, 35 milliárd pénz tűnt el ugye ezekkel a korrupciós ügyekkel, hogy ők jártak közbe, ezek minisztériumokban dolgoztak és hálózatot építettek ki, hogy kik miért kaptak meg közbeszerzéseket uniós pénzekből. Biztos tudod, hogy ennek volt egy letartóztatási fáliság, most ért el a vádemelés. Megnéztem, hogy erről összesen az elmúlt néhány napban 4 cikket fogsz találni a médiumokban, arról, hogy most a balog mit mondott nem, matalás század. Szóval érted ezt az aránytévesztést, hogy vannak itt iszonyú fontos dolgok. Azért az, hogy 2 minisztérium érintett ebben a korrupciós ügyben, amiben ez az 54 vádlott van, meg ez a sok milliárdos ügy, a gazdaságfejlesztés és a pénzügyi minisztérium. Hát normál körülmények ezt ebbe kéne megbuknia egy kormánynak. Nem abba, hogy az egyikük ezt mondta, a másikuk azt mondta, a harmadik meg semmit mondott, a négyik meg összezagyválta az egészet. Tehát azt akarom kihozni, és pont ezzel, hogy hihetetlen módon el vagyunk tájolva. Rárakódnak olyan ügyek a nagyon fontos ügyekre, ami
amin tényleg az életük múlik, meg százezrek élete múlik. Ezért, hogy most meg két báb figurát lecserétek, és találnak egy két újabb bábot helyettem, mert most ez az új játék, hogy kik lesznek a helyükön, erre még elmegy az életünk. 12 napja, most már 13. napja erről beszélgetünk. Két olyan figurát vettek le, akik ugyanilyen figurák voltak a játszmában, és ugyanígy egy ember termékei. Részint egyetértek veled, részint nem, de nem is erre akarok beszélni, arra akarom az Zitát kérni, hogyha akkor ugyanezt az 55 napot gazdaságiról föl tudod rajzolni, mert a forintnak egy ilyen furcsa hullámzása van, most is látjuk, hogy most éppen bezuhant, volt már korábbi bezuhanása, tehát hogy az egész gazdaság, ez az 55 nap, ha már ezt emeljük ki, mutatott-e hasonló helyzetet? Hát nagyon kedvezőtlen folyamatokat tudtunk meg, ugye az év elején megjelentek, lassan-lassan napvilágot látnak az elmúlt év egészére vonatkozó adatok, és hát ezek... A korábbi fejlődésünkhöz képest és a nemzetközi összevetésben is, hát mit mondjak, gyalázatosak, nagyon, nagyon rossz adatok. Ugye most jelent meg a GDP adat, ami a vártnál sokkal rosszabb lett. Ezzel visszaigazolva érzed a korábbi állításaidat, mert ugye nem is neked adresszálva, de egyébként azoknak a közgazdászoknak, akik azt mondták, hogy itt nincs rendben a dolog, azok azt üzenték, hogy lám-lám, mert mi Nagy Márton főként, hogy minden a legnagyobb rendben van. Most is azt mondja különben. Igen. És főleg ő csinálja ezt a nagy rendet. Igen. Az én véleményem az, hogy arra nagy rendetlenséget. Hát ugye az 2023-ra vonatkozólag az volt a kormány terve, hogy legalább 4%-os növekedés lesz. Mert Nagy Márton azt mondta Orbánnal együtt, hogy itt mi nem fogunk recesszióra játszani, úgy, nem úgy, mint a nyugati hatalmak, akik munkanélküliséget akarnak csinálni. Nem, mi nálunk ilyen nem lesz. Nem lesz recesszió. Ezzel szemben ugye a 4% már megbukott 22 végén, mert ezt a programot 22 nyarán fogadták el olyan feltételekkel, ami valami egészen elképesztő volt. De aztán korrigálták, nem? 22 végén már levették 1,5%-ra a növekedési tervet, és aztán ott tartottunk tavaly decemberben, mondta ki először ezt a mínusz 0,4-et a pénzügyminisztérium tavaly decemberben, és ezzel szemben ennek a duplája lett a 0,8. Nem olyan nagy a visszaesésnek a mértéke, de elhúzódó. A statisztikai hivatal utólag visszamenőleg újra korrigálta az adatokat, és azt látjuk, hogy hát 4/4 éven keresztül technikai recesszió volt. Ami azt jelenti, hogy egyik negyedévről a másikra folyamatosan csökkent a bruttó hazai terméknek a termelése. 4/4 éven keresztül Magyarországon nem volt még ilyen hosszú, terjedelmű recesszió, mint most. 95 óta számolják a statisztikai hivatalban az unió normái szerinti GDP-t, és nem volt, és Európai Unióban sem volt. Az itt az normális, hogy ennyiszer kell a KSH-nak módosítania? Igen, a KSH, ugye ezek mind előzetes adatok. Egy bruttó hazai termék, egy növekedési adat, az állítólag 3 évig előzetes, tehát a negyedéves adatokat módosíthatják. Ami érdekes volt, hogy a második negyedévi adatot, ami mínuszos volt, azt egyszer fölvitték pluszba, tehát a 100%, és akkor nagy öröm volt, hogy hú, akkor nem is volt ilyen hosszú a recesszió, most meg ezt visszavitték. Na, ezt akarom csak mondani, és hogy ez a visszaesés, ami nem olyan nagyon mély, de azért az unión belül azt jelenti, hogy a harmadik legnagyobb csökkenés, legalábbis ami adatot eddig ismerünk. Tehát a 27 országból 24 jobban teljesített, mint mi, és a régióban a mi visszaesésünkkel szemben a románoknál, a szlovákoknál, a bolgároknál,
a lengyeleknél nőtt a bruttó hazai termék. Ebből mit érez a köz... Hát nem érez, ebből nem érez semmit, így közvetlenül nem érzi. Azt, amit érzett, ugye az a reál kereseteknek a csökkenése, évi átlagban ez is egy ilyen 3% körüli visszaesést jelent, de szeptembertől már a reál keresetek a szeptemberi, tehát a havi indexekkel számolva már nőttek a reálkeresetek, és ezt mégse érzékelte a lakosság, mert a fogyasztás növekedésében nem jelent meg. Na, tehát akkor ünnepet rendeztek a 3,8-as... A januári infláció, ezt nem hiszem el, így itt kezdődik. Ja. Tényleg, ahogy a decemberit se hittem el, ezt sem hiszem el, ezek ilyen mesterségesen lefolytott adatok, amire azért van szüksége Nagy Mártonnak, hogy hivatkozni tudjon a Nemzeti Bank felé a kamatcsökkentésre, hogy most akkor már tessék csökkenteni a kamatot, mert most már nincs olyan inflációs veszély, mint amit korábban volt. Nyomás alatt tartani, igen. De. Mert ugye ő szerinte ezt a kedvezőtlen eredményt, ugye két körülmény hozta létre, egyrészt a külső, tehát az tény, hogy kedvezőtlenül alakultak a külgazdasági feltételek, hogy a német gazdaságban is visszaesés volt, nem akkora, mint nálunk, de hát visszaesés volt. Egyébként, hogy bezuhant a német gazdaság. Bezuhant a német gazdaság, de hát a német gazdaság bezuhannása ugyanúgy érintette a cseheket, a lengyeleket, a szlovákokat, a szlovéneket, és ezek mégis jobban tudtak teljesíteni, mint mi. Úgyhogy ez a szövege, ez eléggé viszonylagos. Másrészt meg ugye azt is olvassuk, hogy most már német kutatóintézetek erre az esztendőre is visszaesést prognosztizálnak. Nagyjából ugyanannyit, mint a tavalyi a német gazdaságban. Na most, ha ez bekövetkezik, akkor ő mire alapozza, mármint Nagy Márton azt, hogy itt ebben az esztendőben lehet 4% vagy esetleg még a fölötti növekedés is. Hát most mire alapozza azt, hogy a GDP-nek ez a fajta csökkenése, vagy nem várt eredménye, az csak egy átmeneti. Hát ezt várja a főnöket tőle, hát nem? És akkor ugyanoda lyukadunk ki ebben is. De ha ugyanoda lyukadunk ki, akkor mi történik ezzel az országgal? Hát az történik, hogy még lehet ilyen műsorokat csinálni, és legalább hangosabb. Egyre rosszabbul érzem magam, találkozhatunk. Figyelj, nem, én ezt nem becsülöm le, mert még ennél van lejjebb is, amikor már nem lehet ilyen műsorokat van nálam csinálni. Is lejjebb. Nem, ezt most nem te rád, és nem erre, hanem magára a helyzetre, hogy azért az még egyáltalán, hogy nyilvánosan vitatkozhatunk, azt én megbecsülöm magát a tényt, és ebben az egész válságban, ez a 12 napos válságban, és azt látom, hogy a médiának köszönhető, hogy kiokban. Csak zárójelben, hogy ma olvastam azt az adatot szintén, hogy 72. helyen vagyunk a média szabadság területén. Hát igen, hát nem is gondoltam itt el megünnepelni, hogy milyen jó, de azért azt az egy tényt, hogy ha mégiscsak működhet, azért ezt ennek köszönhetjük, hogy volt egy ráérő újságíró, aki megnézte ezeket a dolgokat, és hogy rájött itten erre az ellentmondásra, hogy is van ez, hogy valaki olyan... Ez a Púliánál lévő. Igen. Tehát ha belegondolsz, milyen hihetetlen kicsinke dologból lett ez, és ez ugyanaz a modell, ha visszaemlékszel, 2012-ben volt, amikor a Schmidt-Pálnak a doktoriát is a HVG online-on vették észre, nem tudom, emlékszel. Igen, hogy nem. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ennek az egésznek az egyik nagy tanulsága, ami talán elemelhető ettől is ilyen szempontból az itt a gazdasági adataihoz is hozzátartozik, hogy amíg végig van hol szóvá tenni a hazugságot, meg a füllentést, meg a megtévesztést és a manipulációt, addig azt igenis kötelességünk szóvá tenni. Tehát ennek olyan értelemben lehet jelentősége, hogy részben akik támogatják ezt a rendszert, folyamatosan kapjanak valami szembenézési kényszer lehetőséget, hogy mit támogatnak. És a másik meg, akik meg nem szeretik ezt a rendszert, majd hogy szünet van, hogy most fogjuk. Hogy innen fogjuk folytatni. Igen, akkor ez fontos lesz, mert ezt a részét akarom majd épp mondani, hogy mi van azokkal, akiknek meg nem tetszik az egész, azok mire mennek ezzel, mindezzel. Már hogy érted, hogy nem tetszik az egész? Hát többen vannak. Tehát 4 megnyert választás után is többen vannak, akik nem szeretik ezt a rendszert, csak azok két részből állnak. Az egyik, hogy ellenzéki szavazók, de nincsenek elegen, illetve vannak darabolva, ezért nincs súlyuk. A másik pedig az a része az országnak, aki
nem érdeklem, nem mondom meg, hagyjanak békén, de az egésszel nagyon viszonyogva tart kapcsolatot, és ők vannak a legtöbben. Igen, innen folytatjuk. Addig is köszönöm a figyelmet, egy nap is folytatni fogjuk.